Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A ma esti témánk az agyvérzésről és egyéb agyi történésekről címet viseli, amely egy igazán komplex téma, és azt gondolom, hogy nagyon sokunkat érdekelhet, hogy mi is ez az agyvérzés, és milyen agyi történésekről tudunk ismereteket szerezni. Dr. Rikegert Hámer hagyatékából az agydaganatokról szóló rövid információban írt erről az esetekről, illetve hogy hogyan működik az agyvérzés, milyennek a lelki háttere, milyen konfliktusok szükségesek hozzá, egyáltalán mi az, hogy germán gyógytudomány kifedezte fel, mire jó, és hogyan használhatnánk a hétköznapokban, azt hiszem ezeket a kérdéseket lehetne feltenni ízelítőül, vagy kettcsinálóul a mai webkonferencia anyagához fűződően. Tehát a ma esti téma az agyvérzés és az egyéb agyi történések. Azt hiszem, hogy mindenkinek van legalább egy ismerőse, aki hasonló megbetegedéssel, hasonló diagnózissal rendelkezik. De mit is kell ez alatt érteni, és egyáltalán mit jelentenek ezek az esetek? Erről fog ma este is beszélni nekünk a szokásos keddi ingyenes germánygyógytudomány webkonferencia kapcsán dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta, életmód tanácsadóként, és szeretném, hogyha nagy szeretettel fogadnák ezt a mai előadást. Karácsi, tiéd a szó. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és egy nagyon komoly témáról van szó, hiszen ezek az agyi érkatasztrófáknak nevezett hirtelen, váratlan történések azért megváltoztatják egy embernek az életét, és a jelenlegi álláspont szerint ezek váratlanul, kiszámíthatatlanul jönnek, és van egy csomó statisztikai adat, hogy mi az, ami hajlamosít minket arra, hogy ilyen problémákkal találkozzunk. Ez statisztika, kérem szépen, ez nem biológia. A statisztikai nagyon jó módszer a matematikában, de a biológiában számunkra csupán egy statisztikai kimutatás, és semmivel nem több. Ráadásul nem azok a tényezők határozzák meg, hogy valakinek lesz vagy nem lesz agyi történése, hanem teljesen más megélésekről van szó, nos erről a statisztikák persze nem szólnak. A germán gyógytudományról, ha beszélni kell, akkor nem lehet dr. Rikegert Hámer személyiségét kifelejteni belőle, hiszen neki köszönhetjük ezt a csodálatos felismerést, ezt a logikai rendszert, hogy végre rájövünk, hogy a biológiában teljesen tudományos dolgok történnek, nem véletlenszerűek, nem kiszámíthatatlanok. Dr. Rikegert Hámer a saját élete történetével, a saját tragédiájával jutott el oda, hogy felfedezze az öt biológiai természettörvényt, ami nem csak az emberekre, hanem minden élőlényre vonatkozik. És ezért egy egyetemes felismerésről van szó. Hámer doktorról ugye tudjuk, hogy a 19 éves fia karjai közt halt meg, és két hónap múlva heredaganata lett a kollégának, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolata a kialakult heredaganata és a fia elvesztése között. Nos, ez a gondolat indított el a kutatásban, és német precizitással megalkotta a tudományos táblázatot, ami nem ezotéria, nem kitalált, hanem tudományosan bizonyított tényeken alapul. Az első biológiai természettörvény hordozza magában a legfontosabb információt, hiszen benne van, hogy mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. Már is magyarázatra szorul, hogy értelmes biológiai különprogram az annyit jelent, hogy valaminek értelme van, és biológiai programról van szó, ami egy külön program, ami különben nem indulna el, ha mi el nem indítanánk. De mi az, ami elindítja? Mindig egy nagyon súlyos és nagyon váratlanul érkező érzelmi megrázkódtatás. Tehát súlyos, váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, amiben benne ragadunk sajnos, és nagyon magányosan éljük meg. Ezt az öt kritériumot Hámer doktor a fiáról DHS kritériumnak, DHS szindrómának nevezte el.
És ez adja a magyarázatát minden olyan történésnek a szervezetünkben, ami a rákkal vagy a rákkal egyenértékű biológiai programokat indítanak el. Azt mondod, hogy ezt a kritérium halmaz DHS-nek, Dirk-Hammer szindrómának nevezte el Hammer doktor a fia halála kapcsán a fia iránti szeretetből, tiszteletből, de látunk többféle kritériumot, hogy drámai, hogy hirtelen, hogy súlyosan megráz, hogy magányosan éljük meg, hogy benne ragadtunk, mind az ötnek egyszerre kell teljesülni ahhoz, hogy DHS-ről beszélhessünk? Természetesen az első három az, ami kivéthetetlen, mert mindenkivel fognak történni holnap is még váratlan, meglepetésszerű történetek. Ugye, amik váratlanul jönnek és érzelmileg megráznak minket. De az, hogy meddig maradunk a konfliktusba, és hogy ezt mennyire magányosan éljük meg, ez már csak és kizárólag tőlünk függ. Vagyis az első biológiai természettörvényben már ott van a megoldás. Mert ha mindenki az adott napon lezárná azokat az érzelmi megrázkódtatásait, amik érik, akkor nem tudnának krónikus betegségeket, sőt, semmilyen betegséget elindítani. Tehát ez egy nagyon lényeges kritériumrendszer, és ez lesz az, amit valójában először meg kellene tanuljunk, nem újjék el napot, te haragoddal. Azt látom, hogy itt az egyik kritérium az, hogy magányosan éljük meg. Ez alatt azt kell érteni, hogy egyedül voltam az eseményben, senki nem látta ezt a folyamatot, vagy nem. Mit kell ez alatt értenünk? Láthatta ezt 100 ember mondjuk egy balesetet, de az, hogy én ezt nem beszélem ki magamból, hogy magányosan élem meg, ez már viszont egy olyan tényező, ami súlyosbítja a helyzetet. Vagyis nem mondom el az érzelmi hátterét, hogy hogyan éreztem magam. Igen. Csak a történetet mesélem el, hogy karamboloztam, de nem mondom azt, hogy halálfélelmem volt, hogy azt hittem meghalok, hogy a világ összeomlott, hogy úgy éreztem, hogy rám szakadt az ég. De hát csak a történést mondom el, magát az eseményt, ha el is mondom bárkinek, de nem az érzelmi hátterét. Arról van szó, hogy nem osztom meg mindazt, ami bennem van, egy másik emberrel, akihez mondjuk bizalmi kapcsolat köt. És ezért nagyon lényeges, hogy ami megrázó élményként jön az életünkbe, azt ne tartsuk magunkba. Azt beszéljük meg a szeretett szüleinkkel, a testvéreinkkel, a rokonainkkal, a szerelmünkkel, a gyermekünkkel, a barátunkkal, teljesen mindegy, csak beszéljük meg. Adjuk ki magunkból azt a lelki terhet, ami nyomaszt minket. Persze a magányosságban a legtökéletesebb ugye a társas magány, amikor van ott valaki mellettem, de minek? Hiszen lelkileg nincsen mellettem, és nincs kivel megbeszélnem a dolgokat. És ezért is maradok benne a konfliktusban, ezért válik életem központi témájává az az esemény, ami a DHS pillanatában történt velem, mert nem tudom ezt megoldani ki. Kiadni magamból, feloldani ezt az érzelmét. És ezért, ugye, amíg bennem maradok a konfliktusba, ez lesz a központi kérdés az életemben, hogy valójában ezen kattog az agyam, hogy mit lehetne tenni azért, hogy én ezt megoldjam. Azt is látjuk, hogy az van a fóliára írva, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sínek. Mit kell a sínek alatt értenünk? Ezek azok a körülmények, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak. Tehát ez is a túlélésünket szolgálja, hiszen rögzítem a körülményeket, és a legközelebb hasonló körülmények közé, vagy ugyanazok közé a körülmények közé kerülök, akkor a biológiám figyelmeztet, újraindítja a programot, de most már konfliktus nélkül. Ez volt az első számú biológiai természettörvény, a rákvas törvénye. Tudjuk, hogy minden betegséget egy konfliktus, egy érzelmi megrázkódtatás vált ki, de hogyan néz ez ki az agyban például? Hát természetes, hogy minden a lélek agyszerv szintjén zajlik le, amint ez ki is volt írva, és a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el szervi elváltozást. De a DHS pillanatában eldől, hogy melyik relében lesz
a becsapódás, és hol lesz a szervi válasz. Mit ért erről Hammer doktor? Következőkben Hammer doktort idézem szó szerint. Minden konfliktus meghatározott tartalommal bír, amely a DHS másodpercében definiálódik, vagyis lesz meghatározva. Ez a konfliktus tartalom asszociatív módon alakul ki, tehát önkéntelenül rendelünk hozzá gondolatokat. A történethez gondolatokat rendelünk. Az egyén azt gondolja, hogy gondolkodik, de valójában a konfliktus egy másodperc alatt becsapódott, mielőtt megszülethetett volna egy gondolat. A DHS pillanatában gyakorlatilag ezzel egyidejűleg egy külön program kapcsol be. A lélek és a test minden folyamata az aggyal van kapcsolatban, és az koordinálja azokat. Az agy szervezetünk nagy számítógépe, a lélek a programozó, a test és a lélek együttese pedig a számítógépünk sikerszerve. Ezek szerint már a DHS másodpercében eldől az, hogy milyen relé fog aktiválódni. Az agyi szinten. Az agyi szinten. Tehát önkéntelenül rendelő gondolatokat a történethez. Anélkül, hogy tudnánk, hogy gondolkodunk. Bármi tudatosság megjelenése előtt már megvan a szervi szintű válasz, az agyi relébe már látszik, hogy itt egy történés van. Pontosan. Tehát egy ilyen DHS-re egy biológiai választ ad a szervezetünk. De a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fogja elindítani a szervi elváltozást, amit a következőkben fogunk részletezni. De az is lényeges kérdés, ugye, hogy nem a történet számít, hanem az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És ezért csak bevezetésként mondok néhány dolgot, ami már az agyvérzésre vonatkozó. Mert az egyetlen valóság az én megélésem. És én azt értem meg, hogy bolondot csináltak belőlem, és képtelen vagyok kilépni, kitérni a helyzetből, akkor nyilvánvaló, hogy ez az érzés, ez a mozgató relékbe fog becsapódni, és blokkolni fogja a mozdulatot. Ennek az eredménye féloldali bénulás lesz, amit a stroke következményének fognak nevezni. A stroke angol kifejezés, magyarul szélütésnek nevezzük. Na most az, hogy szélütés, vagy agyvérzés, vagy agyiszémia, ezek nem épp ugyanazok a fogalmak, de ezt is tisztázni fogjuk a következőkben. Ha hamar megoldódik a konfliktus, akkor beszélünk átmeneti agyi keringési zavarról, vagyis ez a TIA azt jelenti, hogy tranzitórikus iszkémiás atak. Na most, ha azt élem meg, tehát a téma még mindig az, hogy bolondot csináltak belőlem, és megszégyenültem ebben a történetben, akkor beindul az arcideg bénulása, ezt is ki fogom fejteni majd a későbbiekben, és ha ez függő gyógyulásban marad, akkor trigeminus neuralgia fog kialakulni az elválasztási konfliktus miatt, ez már egy másik konfliktus, mert ettől az egésztől nagyon el szeretnék választódni, de sinem maradtam, és a megoldási szakasz fájdalmas tünete megmarad. Na most megélhetek én újabb dolgokat is, már a történés után például, ami az arcomra vonatkozik, hogy félek egy támadástól, és akkor tűzfolt alakul ki, hemangióma az arcomon, vagy a bemocskoltság érzését, ha társítom ahhoz, hogy bolondot csináltak belőlem, akkor még szeborreás dermatitiszem is lesz. Tehát itt az a kérdés mindig, hogy egyetlen történéshez én hányféle megélést társítok. Mert ez fogja eldönteni, hogy mi történik velünk egyáltalán. Hogyan zajlanak le ezek az úgynevezett értelmes biológiai különprogramok, hogy a betegség szót én is kerüljem el? Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? A gyakorlatban itt látjuk Hammer doktornak a grafikai ábrázolását erről a biológiai programról, ezt ugye Hammeri iránytűnek is nevezzük. Látjuk az első függőleges vonalon a DHS-t, ugye? Ez az a pillanat, ahol az érzelmi megrázkódtatást ért. Így van, pontosan ekkor ért engem, tehát ez az első biológiai természettörvényt jelenti, és az a lényeg, hogy ugye benne ragadtam a konfliktusban. Na most, amikor benne maradok a konfliktusban, innentől a paciens
meg, hidegek a végtagjai, képtelen aludni és enni, veszít a súlyából, és éjjel-nappal a konfliktusa jár a fejében. Ez a fázis a konfliktus aktív stressz fázis, ugye itt kék színnel jelölte Hammer doktor, amit tartós szimpatikotóniának is nevezünk, ugyanis a szimpatikus idegrendszer túlsúlya jellemző, és ez adja ezeket a tüneteket. Ez egy készenléti állapothoz hasonló? Tehát egy riadt izgalommal teljes, akár szorongásos tüneteket is mutató állapotot kell ez alatt érteni? Ez egy nagyon feszült idegi állapot. Hammer doktor szó szerint azt írja, hogy ezt az állapotot hasonlíthatjuk, mintha túlságosan nagy mennyiségű áramat nagy feszültséggel próbálnánk átnyomni egy túl keskeny vezetéken. Hát ez lesz az, amiért nem tudok elaludni, nincsen étvágyam, hidegek a végtagjaim, és éjjel-nappal a konfliktuson jár az eszem. És ez a stressz alatt viszont a biológiám már ad egy biológiai választ. Tehát a DHS, amely ugye derültékből villámcsapásként ér minket, valójában egy esély, amelyet a természet ajándékoz nekünk, hiszen a DHS pillanatában bekapcsol egy külön program. Megint csak szó szerint idéztem Hammer doktor művét. A tartós szimpatikotónia által, amely lényegében egy tervezett folyamat, egyre inkább károsodnak az agyidegek kommunikációs csatornái. Emellett a ráknak, vagy annak megfelelő biológiai programnak köszönhetően a szerv megnagyobbodik, vagy összezsugorodik, hogy fel tudjon készülni a váratlan helyzetre. Tehát a lélek-agyszerv szintjén történik minden, a lelki megrázkódtatás, az agyba, a hámerigózba becsapódva el fog indítani szervi szinten, vagy sejtszövet szaporulatot, vagy sejtszövet zsugorodást, sorvadást. A konfliktus aktív fázis után a Hammeri gócban legalábbis, ha megnézzük ugye számítógépes tomográfián, semmi izgalmas nem történik, kivéve, hogy a céltábla konfiguráció változatlan marad. Ezt is be fogom mutatni, csak idézem tovább Hammer doktornak az írását. Azonban a valóság egészen más, és csak akkor tudjuk megbecsülni a keletkezett károkat, agyi károkat, amikor sor kerül a konfliktus megoldásra, itt a KM a konfliktus megoldását jelzi, hiszen a kizárólag a megoldási fázisban tudjuk nem észrevenni a változás vagy a károsodás mértékét. A megoldási fázis kezdetén a szervezet nekilát a károsodás helyreállításának, legyen az sejtszaporulat vagy sejtvesztés, a testben, és természetesen az érintett agyi relében is. Viszont minél hosszabb ideig áll fenn a konfliktus, annál nagyobb mértékű lesz a helyreállítás. Vagyis a helyreállítási szakaszban jönnek a tünetek, a gyulladásos tünetek, szervi szinten a fájdalom, és agyi szinten a fejfájás a begyűjtött folyadék mennyiség miatt, ezért lesz agyi ödéma, és ezért lesz fejfájás. Az ödéma különben a CT-n kimutatható. Mi történik ezzel a stresszes állapottal? Ebben is mutatkozik változás a konfliktus megoldása után a konfliktus megoldási szakaszban? Természetes, mert a konfliktus megoldás kezdetétől ugye a szervezet újra átkapcsol a stressz fázisból a nyugalmi fázisban, amit mi vagotóniának nevezünk. A lelki szinten azt élem, hogy már nincs erőm ezzel védekezni, beletörődök, elfogadom a helyzetet, ez alatt azt kell érteni, az immobilizáció alatt, hogy így igazából nem próbálkozom már a történetet újrakezdeni, átalakítani, egyszerűen érzelmileg átalakítottam a hozzáállásom. Természetesen ezt jelenti, hiszen már belefáradtam a konfliktus aktív fázisba lelkileg is, és a megoldási szakaszban már a lelkem is ki szeretné pihenni magát. Vagy éppen örülök annak, hogy megoldódott a helyzet, és innentől kezdve nem foglalkozom. Így van, és meg is jönnek a megfelelő tünetek, ugyan fáradt a páciens, és vannak fájdalmai, de jó az étvágya. A teste most már meleg lesz, és gyakran lázas. Valamint természetes, amit mondtam, fáj a feje.
de jól alszik, és általában csak reggel 3 órától, hiszen akkortól van a szimpatikus-paraszimpatikus váltás. Ez történik a lelki szinten, közérzeti szinten, de mi történik például a szervek szintjén? A szervek szintjén ugye a legfontosabb dolog az, hogy a felépített rák, tehát a sejtöblet, az le fog lépni. A mikrobiális lebontása természetesen erre is ki fogunk térni. Ha pedig szövethiány, nekrózis volt, az vissza fog épülni. Agyi szinten pedig ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy ugye ödémásodni kezd a hámeri góc, és az agy különleges ellenálló erejének köszönhetően képes leszámolni a biológiai konfliktusokkal. Ezáltal a megoldási fázisban meggyógyítja a hámeri gócokat. Ez alatt azt kell érteni, hogy ha a konfliktus aktív szakaszban mondjuk egy tumort, egy rákos sejtszaporulatot épített a biológiám fel a tartós szimpatikotóniában, ebben a kék fázisban, a konfliktus aktív szakaszban, akkor a konfliktus megoldását követő szakaszban szinte a rákfékre lép, így lehet nevezni? Teljes satúféket tesz a szervezetünk, hisz már megszűnik az addigi sejtszaporulat, és elkezdődik a szöveteknek a feleslegessé vált sejteknek a lebontása. És ugye az epileptoid krízis az, ami agyi szinten segíti az ödémának a kiürítését a hámeri gócból, és szervi szinten is, és ezért lesz az epileptoid krízis után rengeteg folyadék, illetve vizelet vesztés, többet vizelünk, mint amennyit megittunk. De ide írtam én azt is a két fázis fölé, ugye, hogy stroke meg agyvérzés. Ugyanis a stroke kapcsán mindig hideg tünetek jelentkeznek, az izmok görcsben vannak, hidegek a végtagok, ez a konfliktus aktív szakasznak a tünete. Az agyvérzésnél pedig folyadékot látunk a koponya CT-n, mert természetesen ez a folyadék a CT számára teljesen mindegy, hogy ödéma vagy vér, ugyanúgy fog kinézni. Természetesen van konkrét agyvérzés is, de ezek a ritkább történetek, a leginkább az ödémásodás az, amit agyvérzésnek fognak nevezni. De erre is a továbbiakban kilépünk, csak szeretném tisztázni ezeket az alapvető dolgokat, az agyvérzés tünet, illetve az agyvérzés tematikájában, hogy néz ki az ökbiológiai természettörvény. Na most itt láthatjuk azt, hogy elmondtuk, hogy lélek, agy, szerv szinten történik minden változás, és ugye az agyi szinten a koponya CT az, ami segít számunkra meghatározni a hámeri gócnak a helyét. A koponyalappal párhuzamosan készült rétegfelvételek, azok, amelyeknek a képét nézve különböző dolgokat fogunk látni. A lélek, az agy és a szerv csak vélt háromszint, hogy képesek legyünk diagnózist felállítani, írja Hamer doktor a munkájában. A valóságban ezek egységet alkotnak, amelyet a három szinten követünk le, hiszen a DHS pillanatában már láthatjuk az agyban azokat a változásokat, amelyekről számítógépes tomográfiát, azaz CT felvételt készíthetünk. Ezek a felvételek egy céltábla koncentrikus köréhez hasonlítanak, vagy egy vízfelülethez, amelybe követ hajtottunk. Az ilyen relét hámeri gócnak nevezzük. A hámeri góc elhelyezkedéséből fény derül arra, hogy milyen biológiai konfliktus tartalommal van dolgunk. A konfliktus lefolyása mindig megfelel a hámeri góc lefolyásának az agyban és a szervben egyaránt. Ez azt jelenti, ha a konfliktus felerősödik, egyre erősebb lesz a szervi válasz is. A konfliktus gyengülése esetén pedig a többi szinten is gyengülésre számíthatunk. Ha megoldódik a konfliktus, az mindhárom szinten konfliktus megoldást jelent. De ha becsapódik egy konfliktus recidíva, azaz a konfliktus visszatér, akkor mindhárom szinten
recidíva jelenik meg. Fantasztikus dolog ezen ismeretek alapján diagnosztizálni. Hámer doktor azt írja, hogy ezzel a rendszerrel, épp úgy, mint a fizikában, tökéletesen, logikus módon, reprodukálhatóan dolgozhatunk. Ez szigorúan természettudományos értelemben véve egy nagyon részletesen meghatározott rendszer. Ha ismerjük az egyik szintet, akkor ez alapján a többit is megtalálhatjuk. Ha meg akarjuk érteni a következőket, szem előtt kell tartanunk azt, hogy a lélek és a szerv folyamatos kölcsönhatásban van az aggyal, szervezetünk évmilliók alatt kialakult számítógépével. Ezeken a képeken megoldási szakaszban lévő hámeri gócokat láthatunk, és természetesen ezeknek a képeknek hát az értelmezése az sokféleképpen történhet. 1987-ben az embriológia és a magatartás kutatás alapján sikerült megtalálni a Hammer doktornak a harmadik és a negyedik biológiai természettörvényt. A betegségek kialakulásának megértése tehát az egyetfejlődés, vagyis az embriológia ismeretén alapszik. Ezt minden orvos kolléga tanulta és vizsgázott belőle, tehát innen is láthatjuk, hogy abszolút tudományos alapokon ül mindaz, amit Hammer doktor állít, amúgy még senki se tudta megcáfolni, hogy valamelyik törvénye ne lenne igaz. A baloldali képen a három csíralemez képét látjuk, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, ez egy keresztmetszeti kép, és láthatjuk belőle azokat a szerveket jelképesen, amelyek ezekből a csíralemezekből származnak, illetve azokat az agyi központokat, amelyek ezeket a dolgokat irányítják. Vagyis ha falat konfliktust élünk meg, az mindig az agytörzsbe fog lecsapódni. A falat szükséges egyáltalán a túléléshez. És szükségünk van nem csak táplálékfalatra, amit itt láttunk a középső képen, hanem szükségünk van a levegő és vízfalatra, valamint fény és hangfalatra, ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjon, és mindezt az agytörzs irányítja. A támadás, bemocskoltsággal kapcsolatos konfliktusaink a kisagyba fognak becsapódni. Ugye azt tudjuk, hogy a kisagy a finom mozgások összehangolásának is a központja, de minden olyan érzés, amit én támadásként, bemocskoltságként élek meg, az az írhában fog sejtszaporulatot indítani, majd lebontja a biológiánk a megoldási szakaszban, természetesen gyulladásos folyamatok közepette. Az írhámnak a járulékos szerveihez tartoznak a verejték és a fagyúmirigyek, és tudnunk kell, hogy az emlőmirigyek azok módosult verejtékmirigyek, amelyek ugye anyatejet termelnek, és csupán az emlősöknél létezik olyan, hogy gondozási konfliktus. Tehát amikor túlzásba visszük az aggódást, mind az aggódásnak az erejét, mind az idejét, na ilyenkor az emlőmirigy szaporulat fog beindulni. Lásd az emlő biológiai programjairól tartott webkonferencia előadásban. Tehát ez lesz a meldaganat egyik fajtája. Azok az érzéseink, amelyek az önleértékelésről szólnak, tehát amikor kisebb rendőrségi érzésem van, amikor megfelelési kényszerben élek, az azt jelenti, hogy azért teszem mindezt, mert én nem tartom magamat elég jónak ahhoz, hogy. És ezek az érzések mindig a mozgásszervek szöveteibe fognak becsapódni, csupán a hámeri góc az agyvelőben, vagyis a fehér állománynak a reléiben lesznek. Ez a narancssárga kifliszerű agyi képződmény az, ami ezt ábrázolja. Az önleértékelés, tehát önpusztítás, és ha a mozgással kapcsolatos szövetekbe csapódik, akkor nyilvánvaló, hogy a csontokat, az ízületeket, szalagokat, az izmokat ellátó ereket, osztógyűjtő nyirokért, és a kötőszövetet, zsírszövetet érinti. Ezekben mindig először, konfliktus aktív szakaszban,
sejtszinten sorvadás lesz, aztán a megoldási szakaszban jön a fájdalmas gyógyulás, kivéve a zsírszövetet, ugye a zsírszövet szaporodása nem jár fájdalommal. A piros színnel jelzett külső csiralemezből származó sejtjeink, labhám és labhám nyálkahártya sejtek, az agykéreg irányítása alatt állnak, és az agykéreg az elválasztási, valamint birtok konfliktusokat rendezi. Az elválasztási konfliktusnak látjuk az ábrázolását ebben a piros babában. Itt is először bontunk, aztán építjük vissza a sejteket, és az agykéreg, tehát az elválasztási konfliktusokon kívül a birtok konfliktusokat is igazgatják. Ezekről is külön webkonferenciát tartottunk, hogy mi tartozik a birtok konfliktusok témakörében. Nem szeretném most ezt külön részletezni. Viszont az agykéregből indulnak ki a mozgató parancsok is, az akaratlagos mozgások központja, ezt is meg fogom külön mutatni, és az agykéregbe érkezik be minden érzékszervünk információja, itt fog érzetté alakulni. Nos, mint már az előbbiekből is kiderült, ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és a konfliktus aktív szakaszban, ha a sejteket építettünk, mert az adott szövetem a belső csiralemezhez, vagy pedig a régi mezodermához, középső csiralemezhez tartozott, akkor mindig sejtet építek, majd a megoldási szakaszban a feleslegessé vált sejteket lebontjuk, mert nem tartunk felesleges sejteket a szervezetünkben. Ha viszont önleértékelés, avagy elválasztási konfliktus, vagy birtokkonfliktusok voltak a konfliktus témája, akkor a konfliktus aktív szakaszban sejtet sorvasztok, majd ezeket a sejteket visszaépítem a megoldási szakaszban. Illetve ha működést gátoltam a konfliktus aktív szakaszban, akkor a működést vissza fogom állítani a megoldási szakaszban. És nem véletlenül jelöltem itt meg, hogy a gliasejtek a megoldási szakaszban fognak visszaépülni. Tehát ők először sorvadnak, és a második részben, a megoldási szakaszban visszaépülnek. Nos, az úgynevezett agytumorokról látunk itt egy képet, ami valójában nem idegsejt, hanem gliasejt szaporulat, ahogy ezt Hammer doktor is leírja. Biztos, aki az agydaganatokról szóló webkonferencia előadást megnézte, az természetesen látja, hogy vannak képek, amelyek onnan ismétlődnek, hiszen az agyvérzésről Hammer doktor az agydaganatokról szóló írásában emlékezik meg. A negyedik biológiai természettörvény pedig arról szól, hogy a mi segítőink a bennünk élő baktériumok, gombák és vírusok. A gombák a belső csiralemezhez, a baktériumok a középső csiralemezhez, a vírusok pedig az ektoderma, vagyis külső csiralemezhez tartozó programokban segítenek nekünk helyreállítani a biológiai egyensúlyt, és itt említjük meg, hogy vannak gomba baktériumok is, TBC baktériumok, amelyek szintén a felesleges sejtek lebontásával foglalkozik. Az ötödik biológiai természettörvény pedig rámutat arra, hogy mindennek értelme van, és az, amit mi első pillanatban egy üzemzavarként határoznánk meg, az valójában a sarkalatos pontja a túlélésünknek, hiszen a DHS pillanatában már egy kész program indul el a túlélésünkért. Vagyis minden, ami bennünk történik a túlélésről, és a faj fenntartásáról szól, és akkor természetesen, hogy ezeket a dolgokat nem nevezhetjük rosszindulatú vagy ismeretlen programoknak, hiszen a minden, ami él, az élni akar, és a fajt szeretné fenntartani. Én úgy gondolom,
hogy ez egy nagyon lényeges és alapvető, mindenki számára, már 10 éves gyerek számára is érthető tétel, amiből aztán következik, hogy át kellene írjuk a gondolkodásunkat. Nézzük meg, hogy mit ír a tudomány arról, hogy szélütés, tia, stroke, agyvérzés. Az agyi érelzáródásról és agyi ér átszakadásról beszélnek, amit agyvérzésnek neveznek. Ez az akadémikus álláspont? Ez az akadémikus álláspont természetesen, hiszen ők ezen a szinten gondolkodnak, és ezért hívják issémiának, vagyis hát agyi keringési zavarnak mindazt, aminek az egyik része lehet, hogy stroke a melle, vagy lehet, hogy tia. Tehát a tia annyit jelent, hogy átmeneti agyi keringési zavar, és ez azt jelenti, hogy hamar megoldódott minden, még aznap. Ha a stroke-ról beszélünk, akkor tehát, mint mondtam, konfliktus aktív szakaszról van szó, ami azt jelenti, hogy az adott helyen, adott program a konfliktus aktív szakasz tüneteit mutatja. Ez az izmok szintjén azt jelenti, hogy görcsbe rándultak az izmaik, vagy a féloldalam legörcsölt. Ezt nevezik agyi infarktusnak, ugye, mert hogy agyi keringési zavar vagy vérellátási zavar. Ez mind a konfliktus aktív szakaszra jellemző. Amit agyvérzésnek neveznek, ugye az a megoldás utáni ödémát fogja mutatni. És ugye a mai medicina azt feltételezi, hogy megemelkedik a vérnyomás, elpattan egy elmeszesedett ér, és ebből lesz az agyvérzés. Na most hát ez a legritkább dolog, ami előfordulhat. De ha már itt tartunk, akkor tisztázzuk azt is, hogy az agyi ér elmeszesedése egy önleértékelési konfliktus következménye. Mert amikor az intellektuális képességünkre utaló önleértékelést éljük meg, magyarul mondom, milyen hülye voltam, vagy már megint milyen hülye vagyok, ugye ezt így éljük meg, akkor sorvasztjuk az agyi ereknek a falát, majd megoldásban jön a visszaépítés, és a visszaépítéshez természetesen a szervezetünk a koleszterint fogja felhasználni a visszaépítési programban. És minél többször futtatjuk le ezt a programot, annál vastagabb lesz az a mész, ami lerakódik, az úgynevezett plak, és ez végső soron, ha ezt ugye évtizedekig futtatjuk ezt a programot, elindítom, leállítom, akkor egyre szűkebb lesz adott helyen az agyi ereknek az átmérője, de ne feledjük, hogy a teremtő az nagyon komoly ráhagyással hát tervezte meg a keringő rendszerünket. Ha az érszükület bármely részen nem éri el a 90%-ot, akkor még a megfelelő vérmennyiség át tud rajta jutni. Tehát egy 50%-os érszükület, akár az agyi erek szintjén, akár a nyaki erek szintjén, még semmilyen keringési zavart vagy vérellátási zavart nem fog okozni. Ezen a képen látjuk Hammer doktornak a másfajta felfogását az agyi hát területeknek a megjelenítésében. Természetesen, hogy a szilviuszárok, az első központi barázda itt is látható. Itt is előtte van ugye a motorikus, vagyis a mozgató központ kék színnel, mögötte pedig piros színnel az érző központ ábrázolva. És azt írja szó szerint Hammer doktor, hogy egy úgynevezett stroke az agyi szinten mindössze abban különbözik a szívrohamtól, hogy az agyi folyamat a gyrus precentralis, vagyis az első központi tekervény, a mozgató központban kortikálisan felfelé terjed. Ezáltal tehát a bénulás áll az előtérben, amely ideiglenes lesz, ha nem csapódik be új DHS. Tehát a DHS pillanatában, amikor a bénulás beáll, az azért áll be,
mert ez az érzés mozgással kapcsolatos érzés, és természetes, hogy a mozgató központot érinti, és működésváltozás gyanánt leáll az izomnak a mozdulata. Ezt minél hamarabb feloldjuk, annál hamarabb fog helyreállni. Ha aznap helyreállítja, akkor ugye TIA-nak fogjuk nevezni. Ha nem oldja fel sokáig, akkor meg stroke-nak fogják nevezni ezt a folyamatot. A különböző tüneteket, ha vesszük és megkeressük mindennek a lelki hátterét, akkor ugye a váratlanul meglepetésszerűen valaki elesik és fél oldalára lebénul, akkor ugye megélte, hogy bolondot csináltak belőlem, és képtelen voltam kilépni belőle, kitérni ebből a helyzetből, és ez a történet a mozgató relékbe fog becsapódni, és azonnali blokkolást idéz elő, amit ugye féloldali bénulásnak, hemiplégiának fogunk nevezni. És, amint mondtam az előbb, ha hamar megoldja a konfliktust, akkor TIA. De hogyha a bolondot csináltak belőlem, és kihúzták a lábam alól a talajt, teszem hozzá, akkor nyilván, hogy nagyfokú szédülés lesz, és ettől is leesett valaki, mert elkezd kapaszkodni, és úgy érzi, hogy imbolyog alatta minden, és akkor meg a szédülés kerül ugye a tüneteknek az előterébe. És mivel mind a két helyzetben konfliktus aktív szakaszról van szó, teljesen természetes, hogy a vérnyomás az emelkedett lesz. Megélhetjük azt is, hogy megszégyenültem, bolondot csináltak belőlem, megszégyenültem. És akkor ugye az eredmény az arcideg bénulás lesz, és hogyha, amit itt a jobboldali képen látjuk a hölgynek, a baloldali arcideg bénulása fellép, akkor a jobboldali izomzat elhúzza az arcot jobb oldalra, mert ugye a bal oldalon pettyhűt az izomzat. Na most, ha függő gyógyulásban marad a történet, és ettől az egésztől ugye megélem, hogy szeretnék már elválasztódni, de nem tudok, akkor jelentkezik a trigeminus neuralgia, vagyis egy állandó fájdalom az arc területén, amint ezen a képen is láthatjuk. A kérdés az, hogy milyen megéléseket kötök csokorba. Mert a tünettan annál színesebb lesz, minél több lesz a megélésem egy-egy történet kapcsán. Aztán ugye tudjuk azt, hogyha valaki úgymond agyvérzést kap, akkor fellép nála beszédzavar és nyelési zavar. Mert azt éltem meg, hogy köpni nyelni sem tudtam a meglepetéstől, ugye váratlan meglepetésszerű esemény, amikor engem bolondot csináltak belőlem, és beszédzavarok fognak fellépni, de ha köpni nyelni sem tudtam, akkor a diszfágia, vagyis a nyelési zavar is föl fog lépni. Természetes, hogy ilyenkor ugye a nyelv deviál, a kinyújtott nyelv egyik irányba elmozdul. Nyilván a betegnek a beszéde hát érthetetlen lesz, vagy éppenséggel meg se tud szólalni. Tehát itt is a teljes gyógyulás attól függ, hogy mennyi ideig ülünk a konfliktusba. Ez kellene megérteni, ugye, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, és minden napunkat zárjuk le békével. Aztán hoztam még egyéb az arcon megjelenő tünetet is, aminek semmi köze nincs a fentiekhez. Csak ugye, ha arcról beszéltünk, és valaki meglát egy ilyen hemangiómát, tűzfoltot magyarul, akkor tudnunk kell, hogy a támadástól való félelem, mondjuk egy pofontól való félelem fogja ezt az egész tünetet létrehozni a baloldali vagy a középső képen. Jobboldali képen viszont a bemocskoltság az, ami az archoz társul, és ebből lesz a szeboreás dermatitis. Ezt már csak érdekességként említettem itt meg. Na most ugye a becsapódó konfliktus recidívák, azok nagy problémát jelentenek. Mert ugye a hámeri góc szövettani átalakulásához fognak vezetni.
És itt vannak ugye az elakadt konfliktusok, ami azt jelenti, hogy a lehet policiklikus a lefolyás, és lehet függőgyógyulás. A policiklikus lefolyás annyit jelent, hogy újra meg újra elindítjuk ezt a programot, és ez azt jelenti, hogy újra és újra ugyanabban a hammeri gócba fog becsapódni ez a nagy katasztrófa. Hammer doktor ebben a rövid információban, amit az agydaganatokról írt, a következő dolgokat jegyzi le. A páciensnek most már van, most már gyenge pontja van a pszichés konfliktus hegében, amely úgy szólván az ő lelki Achilles sarka. Ezzel az értelmezéssel az is világossá válik számunkra, miért vannak a gyógyulás korai fázisában becsapódó konfliktus recidiváknak olyan pusztító következményei. A régisebb mindhárom szinten teljesen felszakad. Tehát még meg sem oldódott valami, és ha újra jön és újra jön, akkor természetesen a helyzet már nem ugyanaz, mint első alkalommal. Folytatásként gyakran előfordul, hogy a beteg még eléri a második gyógyulási, azaz hegesedési fázist, de a kiült ödéma túl nagy terhet ró az agyra, így az nem képes többé részt venni a folyamatban. És most már megérthetjük azt is, hogy egy második infarktus miért lehet halálos kimenetelű, különösen, ha ezen kívül a szindróma is jelen van, vagyis a vesegyűjtő csatorna szindróma aktívan, konfliktus aktív fázisban. Tehát a második konfliktus becsapódásánál az agy már nem olyan, mint először volt. Már nem tudja ugyanazt elvégezni, mint először. És ezért nagyon lényeges, hogy a bizonyos szokásainkat, ahogyan megszoktunk, ahogy egy bizonyos konfliktus helyzetre mi reagálni szoktunk, azon mindenképpen változtassunk, mert az ugyanannak a hammeri gócnak, relének, az újabb és újabb konfliktusba tétele, az igencsak súlyos következményekkel jár. A szindróma tehát annyit jelent, hogy éppen van gyógyulási szakaszban egy program, amit látjuk az alsó hammeri iránytűn, és akkor élem meg a magányosságot, az elhagyatottságot, a meg nem értettséget, a szegény én árvabogár, vagy partra vetett hal lelki állapotát, amikor a minden elveszett történet még ráadásul hatalmas magányossággal jár, és egzisztenciális konfliktus is ide tartozik. Lásd a veséről szóló webkonferencia előadást, és természetesen, ha ez az érzés hozzáadódik az egészhez, akkor hatalmas agyi ödéma fog kialakulni a már gyógyuló góc körül, mert itt látunk két gyógyuló gócot is, ugye ödémás fázisban van, tehát már megoldási fázisban van az illető, de a magányosság, a meg nem értettség, az hatalmas ödémát csinál az agyi relék köré is, természetesen fokozva a tüneteket. Az agydaganatokról szóló rövid információban Hammer doktor azt is leírja, hogy a DHS a rák vastörvényének az alapja, mindenféle diagnosztika meghatározó és forduló pontja. A rák vastörvényének alkalmazásával az orvostudomány és a biológia magától rendeződik. Megjegyzem, innentől minden érthetővé válik, ami eddig érthetetlennek tűnt számunkra, kedves kollégák. A valóságban minden ember az archaikus biológiai irányító áramkörök alapján érez, a konfliktusokat szintén biológiai szinten érzékeli. Amennyiben eddig a betegségre valamiféle ellenségként, sőt gonoszként, Isten büntetéseként tekintettünk, most szervezetünk értelmes átmeneti változásaként tekinthetünk rá, amely mindhárom szinten, lélek, agy, szerv szinten zajlik, ami alapjában véve a szervezetünk. Egyik szint sem működik a másik nélkül, mindig minden egyidejűleg történik.
Ez egy lélegzett, elállító szinopszis. Ebben a jegyzetben Harmer doktor feltesz a következő kérdést. Lehetséges-e, hogy lényegében mindez azonos folyamatot takar? A stroke, az agyvérzés, agyicista, agydaganat, meningeoma, hiperdens, vagyis nagysűrűségű, hipodens, kissűrűségű gócok, vagy területek és az összes tisztázatlan agyduzzanat? A válasz néhány kivételtől eltekintve igen. Természetesen vannak olyan ritka, egy-egy esés következtében kialakuló szubdurális hematómák, vérzések, ugye, a kemény agyhártya, pókháló agyhártya között, és természetesen létezik meningitis, a lágy agyhártya gyulladása, létezik agyvelő gyulladás is, sérülések, sebészeti beavatkozások után, és természetesen előfordulnak tömeges vérzések is az agyban. Ezek kivételét, azonban ezektől a kivételektől eltekintve az agy az egyéb elváltozások különböző stádiumban levő Harmeri gócok különböző helyen, a konfliktus időtartalma után vagy közben. A germán gyógytudomány tehát nem résztudomány, amely mindössze a konfliktus megoldása korlátozódik, hanem egy átfogó orvoslás, amely lelki, agyi, szervi szinten egyaránt nyomon tudja követni a betegség lefolyásának minden mozzanatát. Azonban a germán gyógytudomány gyógyszeres kezelés csak a természetes gyógyulási folyamat komplikációinak a mérséklésére vagy elkerülésére alkalmaz. Például egy páciensnek kortizont adunk, ha túl nagy az agyi duzzanata, hogy túlélje a gyógyulási fázist, ha csak nincsen szindrómája, mert akkor a kortizon ellenjavalt. Viszont van más segítség is a gyógyulásban, és ez pedig a My Studenten Mädchen című dallamnak a hallgatása, erről is külön webkonferenciát tartottam, és ebből a könyvből egy esettörténetet, a 9-es számú esetet szeretnénk ismertetni a következőkben. A 9. eset egy nagymamáról szól, aki a My Studenten Mädchen dallal megy haza a kórházból. Egy 93 éves nagymamáról beszélünk, aki egész életében egy orvossal sem beszélt, agyvérzés gyanújával öntudatlan állapotban kórházba szállítottak. Fél oldala megbénult. Az idős kora miatt, és ahogy az orvosok fogalmaztak, úgysem várható javulás, ezért azonnal morfiumot adtak neki. Két napig, amíg el nem bocsájtották, a nagymama morfiumot kapott, és a hozzátartozóknak azt mondták, hogy a nagyi egy hét múlva meghal. Antonio, a nagymama unokája, aki nagyon szerette a nagymamát, Hammer doktornak elpanaszolta a bánatát, hogy milyen szomorú a nagyi miatt, aki mindig feláldozta önmagát a családjáért, most egy 10 ágyas szobában fekszik, ugyancsak szélütött betegekkel, és majd megszakad a szíve érte, amiért nem tehetnek semmit a nagyiért. Mert hogy ne lehetne tenni, mondta Hammer doktor, és megkérdezte a férfit, hogy hallott-e már a My Studenten Mädchenről. Természetesen az volt a válasz, hogy igen, a dal nagyon szép. Hammer doktor javaslata az volt, hogy azonnal hozzák el nagymamát a kórházból, és megállás nélkül szóljon nála a My Studenten Mädchen című dal. És megtörtént a csoda. Mind a 10 beteg, akikkel akkor a nagymama együtt feküdt a kórházban, és akik nála fiatalabbak voltak, 2 hét múlva mind meghaltak. De a nagyi fél év elteltével egyre jobban és jobban érzi magát. Csak nem fél éve hallgatja éjjel-nappal a dalt. Szereti is. Jó a hangulata, jó az étvágya. Egyedül a nagyinak a tévé jelentett a problémát. A családot zavarta, hogy a My Studenten Mädchen hangosan szól, mert ugye a nagyi nagyot hallott, őt viszont a tévé zavarta, mert gyűlölte azt. De megoldották a problémát, halkabbra állították a My Studenten Mädchent, illetve a televíziót is. Azóta szent a béke, a nagymama azt tervezi, hamarosan fel kell. Természetesen abba hagyta a gyógyszerek szedését, és a morfiumot is már fél éve nem szedi.
Ilyen érdekes, hogy az orvosok cinikusan azzal hívták fel Antóniót, az unokát, hogy pár nap múlva meg fog halni a nagyi. Igen. És lám... Azóta fél év eltelt, igen. És a nagymama egyre jobban van. Amár doktor a következő kérdést tette fel a 9-esek kapcsán. Nem gondoljátok, hogy a többi kórházi beteg is túlélhette volna? Hát igen. Hát igen, egy csodálatos lehetőség áll a rendelkezésünkre, ha hajlandók vagyunk ezt alkalmazni. És hajlandók vagyunk ezt nagyon-nagyon-nagyon halkan, éppen csak hallhatóan, folyamatosan a környezetünkben járatni, szólaltatni, mert hogy mi mindent tud ez a mágikus dallam, hogy 10 mágikus hatása van, mindenről ugye az Arhaikus Varázsdallam című előadásban részletesen beszéltem. Tehát megint szeretném kiemelni, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez. Mert rámutat arra, hogy nem a statisztikai tényezők fogják eldönteni, hogy valakinek lesz vagy nem lesz sztrókja, agyvérzése, agylágyulása vagy bármilyen betegsége. Viszont attól függ minden, hogy hány fel nem oldott konfliktusunk van. Meddig ülünk a konfliktus aktív szakaszban. És egyáltalán hány ilyen programot futtatunk megoldás nélkül, mert a sinek fognak arról gondoskodni, hogy szenvedjünk. A konfliktusokat halmozni is szabad természetesen, de ez már a személyiségünk megváltozásához fog vezetni, a konstellált állapotok miatt és hangulati változásokat is fog okozni. Tehát ezekre is megvan a válasz, hogy mi miért alakul úgy ki bennünk, ahogyan kialakul. A fel nem oldott konfliktusoknak a feltárásával viszont egy valódi megoldást tudunk adni, ha a beteg hajlandó érzelmileg elengedni mindazt, amit eddig ugye érzelmileg élt meg. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert rendelkezik azokkal az ismérvekkel, ami a tudományosságot meghatározza, vagyis reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Nincsen benne olyan, hogy egyeseknél így lesz, meg másoknál úgy lesz, és nem a statisztikától függ, nem az állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológiára épül, és az öt biológiai természettörvényre. Egy egyszerű, logikus és mindenki által megérthető, megtanulható tudományról van szó, csak még egyszer mondom, ha érzelmileg nem oldjuk föl mindazt, amiről tudjuk, hogy fel kellene oldanunk, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan vagy okosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és én azt gondolom, hogy nagyon sok embereknek nagyon sok hasznos információt adtál a ma este is át.